Köszönöm a figyelmüket, idén ez volt az utolsó közügyek. Január közepén lesz ismét műsorfolyam és hírháttér műsor is. December 14-én Vadlövő Gabriella köszönt el önöktől a közügyek nevében. Az ünnepi szünet után viszont ma már gőzerővel folyik a munka a pihenő utáni első adásra. A téli szünet után az első hírháttér műsor vezetője Farkas Aténa lesz. Felkészültünk, és volt is időnk felkészülni. Sok minden történt az idő alatt, amíg mi szüneteltünk, úgyhogy bőven van témánk az első hétre, és nem csak az elsőre, hanem a további hetekre is. Követjük az aktualitásokat, és hát feldolgozzuk azokat a legfontosabb dolgokat, amik a szünetben történtek. A délután 5 és este fél 9 között jelentkező műsorfolyamban a jól bevált tartalmakkal várjuk Önöket, kicsit a stúdió díszlete is megváltozott. A közügyek hírhátér műsorban igyekszünk kicsit több kameramozgással, kicsit érdekesebbé tenni a, a műsort. A vendégeink továbbra is politikusok, önkormányzati vezetők, gazdasági vezetők, különböző oktatásügyi megbízottak, és őtőlük kérdezzük a, a, a legfontosabb embereket érintő témákat. A magazin műsoraink is visszatérnek a megszokott időkben. A vajdasági kulturális események kalauza, ahogy már megszokhatták, Husnyák Andrea lesz vasárnaponként 18 órakor. A kulturális események igazából folyamatosak, előre nehezen megjósolhatók, hogy, hogy melyek lesznek éppen műsoron. Ami biztos, hogy a közeljövőben lesz a Magyar Kultúra Napja, és hát erről részletesen beszámolunk, illetve hát az aktuális színházi premierekről, koncertekről, tehát nyilván minden olyan kulturális tartalomról, ami vajdaságban történik, és aminek aktualitása van. A kultúra mellett a különböző sportok szerelmesei sem maradnak tartalom nélkül a Pannon televízióban. Közkedvelt műsorunk a Sport Hétfő is heti rendszerességgel számol be majd Vajdaság sporteseményeiről. A legtöbb sportágban ugye télen szünet szokott lenni, így a mi műsorunk is kicsit pihent, most azonban újult erővel jövünk ismét hétfőként 5 órakor, és hát a nagy újdonság nem lesz a műsorban, továbbra is a vajdasági sporteseményekkel fogunk foglalkozni, úgyhogy aki kíváncsi a régió legfrissebb sporthíreire, az mindenképpen válasz a műsorunkat. Mindezek mellett a többi megszokott magazin műsor is képernyőre kerül. Két hetente csütörtökön 19 órától jelentkezik a hitünk, pénteken a termelők műsora, a pannon gazda várja a nézőket, emellett visszatér az uniós hétköznapokat bemutató .eu is.